manapság ez 14-15% körül van, tehát szépen lassan itt is történik fejlődés, többek között a gazdaság növekedésének köszönhetően, és annak köszönhetően, hogy jelentős képzések, kormányzati intézkedések indultak meg annak érdekében, hogy ezeket az embereket, akik hosszabb, rövidebb ideig munkanélküliek voltak, és a közfoglalkoztatásban találták meg a lehetőségeiket, vissza tudjanak találni az elsődleges munkaerőpiacra, nevezzük egy kicsit leszűkítve ezt a munka világába.